Autóba szerelt fedélzeti kamera rögzítette, ahogyan a fehér kocsi sofőrje áthajt a piros lámpán. A felvételt rendőrök készítették Szekszárdon. A kamera egy civil autóban van elhelyezve, és folyamatosan napi szinten használják is az egyenruhások, hogy a szabálysértéseket rögzíteni tudják. Ilyen szabálysértés lehet például az, hogyha valaki záróvonalon előz, áthajt a tilos lámpán, áthajt a vasúti átjáró tilos jelzésén, vagy nem áll meg a gyalogos átkelőhelynél, ahol éppen gyalogos közlekedik. Ezeket a járművezetőket napi szinten ellenőrzik kollégáim. Az elmúlt napokban is így történt, és jó néhány olyan járművezetővel szemben kellett intézkedniük, akik áthajtottak a piros lámpán. És ha kell, bírságolnak is a rendőrök, de a cél nem főként ez, hanem hogy betartassák a közlekedőkkel a szabályokat, azért, hogy csökkenjen a balesetek száma. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy ezeknek a járműveknek a működésére azért van szükség, hogy a baleseteket megelőzzük, a közlekedés biztonságát javítsuk, és mindenki a jövőben is számíthat arra, hogy ezek a civil autók ellenőrizni fogják a járművezetőket, illetve a közlekedés valamennyi résztvevőjét. Tolna megye idei baleseti statisztikája egyébként a korábbi évekhez képest eddig kifejezetten jól alakul. A megye útjain 2020-ban egyetlen halálos baleset történt csak.